A győri vízisport esse, a BVSC Zugló, a harmadik kerület, és az UVSE jutott be a női UB1B döntőjébe, ahol az itt fehér sapkában látható győriek azzal a szándékkal ugrottak a medencébe, hogyha megnyerik a négyes tornát, akkor feljutnak a bajnokság első osztályába. Az elődöntőben a harmadik kerületiek ellen az első játékrészben még 6-2-re vezettek, de aztán elkezdett fogyni az előny. Fogászó csapatának azonban rendben volt a védekezése, és kellő támadást sikerült eredményesen befejezni. Így végig kézben volt a meccs. A csapat 9-8-ra megnyerte az elődöntőt. Azt gondolom, hogy egy nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl. Nagyon meg kellett harcolni azért, hogy bejussunk a döntőbe. Nem adták könnyen magukat a kerületi játékosai. Hát kívülről úgy tűnt, hogy könnyebb volt az első negyed, de nem volt. Az igazából ugyanolyan nehéz volt mindegyik negyed. Hát én nagyon gratulálok a csapatnak, és örülök, hogy ilyen szép csapatmunkával sikerült a győzelem. Az első meccsen Felka és Sára volt a legeredményesebb 3 góllal, Petik Panna és Pőce Panna pedig 2-2 találattal járult hozzá a sikerhez. A csapat vezetőedzője egy dolgot szeretett volna másképp, többet pihentetni a kulcsembereket, de erre ezúttal nem volt lehetőség. Én azt hittem, hogy egy picit jobban bele tudok nyúlni, és egy-két perc biztos, hogy benne maradt azokban a kulcsjátékosokban, akire a délutáni mérkőzésen is nagyobb szerep hárul, hogy pihenjenek. A mérkőzés forgatókönyve nem adta ezt meg, hogy meg tudjam csinálni. Tehát itt biztos, hogy frissítenünk kell, és valamit a második mérkőzésen jobban kell, hogy tehermentesítsük azokat a játékosokat, akik most sokat a vízben tartózkodtak. Pár órával később a lányok újra medencében voltak, a BVSC Zugló ellen játszották a finálé. Itt ha lehet még szorosabb volt a meccs, a győztes gólt Petik Panna 1 másodperccel a végső dudaszó előtt szerezte, így 8-7-re nyert a csapat, vagyis kivívta a jogot, hogy jövőre a bajnokság első osztályában szerepeljen. Ez a klubnak azért is fontos, mert így a legjobb játékosait felnőtt korban nem kell elengedni más egyesülethez. Egy életpályát tudunk mutatni a fiataloknak. Elsődlegesen az utánpótlásunkra támaszkodva szeretnénk. Nyilván kell hozzá egy-két rutinosabb játékos, illetve különböző olyan nagyobb kluboktól, ahol több játékos van, esetleg együttműködés keretében kölcsönjátékosokkal tervezzük. Ez egy nagyon konszolidált költségvetéssel megoldható. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen 15-20 millió forint elegendő ahhoz, hogy elinduljunk ezen az úton. A győri női vízilabda csapat 11 győzelemmel, mindössze 1 vereséggel nyerte az alapszakaszt, és most mindkét meccsét behúzta a 4-es döntőben, így kétség nem férhet hozzá, hogy megérdemelte jutottak fel a bajnokság első osztályába.